Folytatjuk tovább ebben a témában és ezzel az eseménnyel. Az egésznapos rendezvényen ismert festőművészek, alkotók munkáját kísérhették figyelemmel július 4-én az érdeklődők. A fürdő előtti téren igazi művészeti közönség találkozó volt, szabadtéri kiállítással egybekötve, amelyet az esti órákban Soma Mama Gésa interaktív tárlatvezetése fűszerezte meg. A Műterem a téren, avagy Műterem a téren egésznapos rendezvényen ismert festőművészek alkotó munkáját kísérhették figyelemmel július 4-én az érdeklődők. A fürdő előtti téren igazi művészeti közönség találkozó volt, szabadtéri kiállítással egybekötve. Az elkészült alkotásokból az est folyamán kiállítást rendeztek, a megnyitó Majoros Petronella alpolgármester asszony köszöntötte a vendégeket, ezt követően Soma Mama Gésa interaktív tárlatvezetése fűszerezte meg az este hátra levő részét. Hajdúszoboszlóváros önkormányzata nagyon fontosnak tartotta azt, és tartja most is, hogy a nyári időszakban magas értékű, kiemelt értékű programokkal kedveskedjen a helyieknek és a turistáknak. 60 napra több mint 300 programot állítottunk össze. A programok nagy részét helyi civil szerveződések képviselői, amatőrök és profik is alkotják, és ők szórakoztatják minden este 5-6 produkcióval a járókelőket. Ez a 60 napos programsor július 1-én elindult, és a fő attrakciója a kezdetekkor, ez a mai esemény, amikor ugye egy látványfestészetet teremtettünk erre a csodálatos térre, Hajdúszoboszló egyik legszebb ékessége ez a tér, hiszen a strandkupol alatti felület és a mögöttünk látható táj is egy gyönyörű élményeket kínál. Nagyon-nagyon nagy örömmel jöttem Szoboszlóra, ennek több oka is van. Az egyik, hogy számomra a képzőművészet az egy nagyon komoly feltöltés és kikapcsolódás, ugyanis a művészet valami olyat fogalmaz meg, amit nem tudunk szavakkal, ami túl van a szavakon, pontosabban amit a költészet tudna még ilyen pontosan kifejezni, hiszen a hétköznapi életnek a beszéde, az nem ennyire mélyre mutató, mint az, amit akár egy festményen, vagy egy költeményen, vagy egy szobron, vagy egy filmen keresztül tapasztalunk. A megnyitót követően Soma Mama Gésa mutatta be az alkotásokat egy zenés interaktív tárlatvezetéssel egybekötve. A kiállítás zárásaként pedig Lőrinc György szaxofon művésszel adott elő egy közös dalt. Az ország legnevesebb fürdővárosában kerültek kiállításra azok a festményeknek egy része, amely a mai nap készült el itt a fürdőkupola előtt, ahol a vízenergia, a víz illata járja át a teret. Mit is jelent ez a vízenergia? Minden ősi kultúrában tudták, hogy a négy elem kívül és belül ott van, tehát ebből áll a testünk, ebből áll a bolygó, tehát minden vagy tűz, vagy víz, vagy föld, vagy levegő minőségű, az ötödik elem, tehát sokféleképpen értelmezik, az maga a szándék. A vízelem az az érzelmi síkért felel, tehát az érzelmeink tenger, érzelmeink folyása, érzelmeink óceánja, és meséltem is a bevezetőben, hogy beütöttem a keresőbe, hogy víz és érzelmek, ezt a két szót, és 2.300.000 találat jött ki magyar nyelven 60 másodperc alatt, illetve az érzelmi skála szóra 850.000 találat, és ott is rengetegszer ugye a víz előjön, és hát az a legegyszerűbb ember is tudja, hogy bizony, amikor a könnyünk folyik, ami megint csak vízelem, ott erős érzelmek indulnak meg, és azt gondolom, hogy nagyon aktuális most Magyarországon, meg egyáltalán világban, hogy tisztítsuk az érzelmeinket, mert nyilván ez a világjárvány, a karantén, a bezártság nagyon sok olyan érzelmet hozott föl, ami akár teljesen új, tehát soha át nem élt érzelmek is jöttek, illetve felszakított akár generációs félelmeket. Én például az első három napban olyan érzelmi áradat jött ki, tehát én lepergett előttem a nagyanyáim, dédanyáimnak a félelmei,
mert hogy vannak generációs félelmek, tehát transzgenerációs félelmek is, és a művészet az egy fantasztikus eszköz arra, hogy tisztuljunk, és volt itt egy nagyon, szerintem jópofa játék, már nagyon szépen bevonódott a közönség, hogy megálltam ugye egy-egy festmény előtt, és elkezdtem érzelmeket bedobálni, hogy mi jut erről eszedbe, fájdalom, csalódottság, hiányérzet, derű, optimizmus, és akkor kértem az embereket, hogy reagáljanak rá, vagy tapssal, vagy csettintéssel, vagy hangkiadással, hogy ha bennük is ugyanez az érzelem jött föl, és gyönyörű volt megtapasztalni azt, hogy érzelmileg is bevonultak ebbe a nagyon egyedi kiállításba itt Hajdúszoboszlón az emberek. A ma este folyamán gyönyörű festményeket láthatunk a kortárs művészetből. Milyen helyet foglal el a mai világban a kortárs művészet? Hát, bizonytalan kortárs művésznek lenni, mint a kóborkutya vacsorája, ahhoz képest szerintem egy nagyon kiszámítható dolog, mint ma Magyarországon akár kortárs képzőművésznek, akár iparművésznek, akár zenésznek lenni. Holott azt gondolom, hogy a kulturáltság az egész ország fejlődésének az alapköveinek az egyike, mert amikor te kulturálódsz, akkor elkezd a saját egyéni gondolkodásod, a saját individualitásod, a saját önmeghatározásod is stabilizálódni és változni. És kevésbé manipulálható az ember, aki műveltebb. Többet tud magáról, többet tud a világról, tágabban tud gondolkodni. Tehát nagyon nagyszerű minden művészeti kezdeményezés és támogatás. Szükség van rá. Soma Mamagésa szerint az elmúlt időszakban mindenkiben nagyon sokféle érzés jelent meg az egész világot érintő események miatt. Nagyon aktuális az érzelmeinket megnevezni, felszínre hozni, foglalkozni vele, és fejleszteni az érzelmi intelligenciánkat. Például nagyon-nagyon jó ötlet, hogyha elkezdjük az érzelmi skálát végignézni. Több száz, 400 érzelem van, ahol még annál is több, 800 érzelem, szavakban van 50, meg van nevesítve. Elkezded magadon szkennelni, hogy én éreztem már ilyet? Mikor éreztem ilyet? Ez milyen érzés? Mondok egy egyszerű példát. A féltékenység szót igeként 1800-as években Kazinci tette főnévből igévé. Addig nem is ismerték a féltékenység szót, vagy nem tudták beazonosítani, mert nyilván akkor is fájt egy embernek a szíve, hogyha látta, hogy a szerelme mással van, tehát ne gondoljuk azt, hogy ők csökevényes emberek voltak, de nem volt rá szavuk, tehát nem is tudták úgy kifejezni, nem is dolgoztak rajta annyira. Például a féltékenység szót nagyon sokáig pozitívumként használták, és csak a férfire vonatkoztatták, utána lehet nézni ilyen nyelvészeti könyvekben, mert úgy gondolták, hogy az a férfi, amelyik féltékeny a feleségére, a családjára, az azt jelenti, hogy félti, felelős érte. És akkor Kazinci világított rá, a nyelvújító, hogy hoho, hát ez nem csak a férfiakhoz köthető, ezt nő is átélheti. És sorolhatnám, tehát, hogy nagyon sokszor, amikor nincs szavunk sem arra, hogy mit érzünk, ki sem tudjuk fejezni. És ebben a férfiaknak nehezebb dolga van, egyrészt azért, mert nekünk nőknek mind a két agyféltekében van az érzelmekért felelős agyi terület, míg a férfinél csak a jobbban. Nekünk mind a két agyféltekében van a beszédért felelős agyi terület, a férfinél csak a balban. Ráadásul nálunk ugye a két agyféltekét összekötő kérgestest is vastagabb, tehát az ingerület gyorsabban megy, és ez nagyon jellemző, hogy nagyon sok férfi nehezen fejezi ki az érzelmeit. Magyarország az első férfi a korai halálozásában egész Európában, öt férfiből három lesz 65 éves, 500 ezerből 300 ezer, és ma már 65 év az semmi, tehát az nem egy öregkor, az egy érett középkor, vagy ifjú idősödő évek, ugye kitolódott az életkor, és hát az első betegség, ami viszi a férfiakat, az a szívinfarktus, ami meg egy szeretett deficit betegség, tehát szeretnek eléggé, én szeretem-e magam eléggé, tudok elég szeretetet adni, kapni, tehát nagyon is aktuális az érzelmeinket tudni megnevezni, felszínre hozni és foglalkozni vele, és fejleszteni az érzelmi intelligenciát, különben belehalunk, belebetegszünk, bezárkózunk, zárt,
paranoid, irigy, félelemmel és agresszív emberekből válnak azok, akik nem merik nyitni a szívüket, és nem merik az érzelmeket megélni és felszínre hozni. Duzzogó? Van ebben duzzogó érzés? Nincs.